Az elnökség díszes bevonulásával kezdődött az oklevél átadó ünnepség, majd az előző évek hagyományait ápolva a gála kórus minősítéssel kitüntetett Cantate Nobis énekegyüttes közreműködésével felcsendült nemzetünk himnusza. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár a kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást kiváltani, mondta el köszöntőjében dr. Varró Bernadett főigazgató, aki Németh László gondolatait osztotta meg a végzősökkel. Közoktatás vezetői szakon végeztünk, és bármely területen is fogunk vezetői beosztásban dolgozni. Csak a ránk bízott közösséggel együtt tudjuk megvalósítani terveinket. Legyen iránymutató számunkra a szeretet, a tudás, a szabadság félelem nélkül. Mert nincs ajtó, amelyet elegendő szeretet ki nem nyit, nincs szándék, amelyet elegendő szeretet át nem hidal, és nincs fal, amelyet elegendő szeretet földre nem rombol, nincs bűn, amelyet elegendő szeretet meg nem vált. Ezekkel a szavakkal búcsúzott a végzős hallgatók nevében dr. Zrubkóné Pernész Lívia, majd háláját fejezte ki a pedagógusoknak, hallgatótársainak és családtagjainak. A 2017-2018-as tanév keresztfélévében közel 50 hallgató vette át a szakmai tudást, a kitartó szorgalmat és elismerést jelentő díszokleveleket.